Lipótnak hívnak. És téged? Demóna vagyok. Nem lenne szabad többé idejönnöd. Nem biztonságos. És ha mégis úgy döntenék, hogy visszajövök, te itt leszel? Meg lehet. 16. születésnapján Lipót megajándékozta Demónát érző szívének csókjával. Ám szív hazudott. Teltek múltak az évek, Lipótot becsvágya elsodorta Demónától, és megkísértette az emberek birodalmat. Tudom jól, a halálom várjátok. Eljöjj hamar. És azután kijelölöm utódomat. Végezzetek a szárnyas lénnyel, és halálom után rátok száll a trón. Drága Aurora, megajándékozlak téged a szépséggel. Én pedig azt kívánom, sose légy bús. Légy boldog életed minden egyes napján. Drága gyermek, én azt kívánom neked, találd meg! Nocsak, nocsak. Halljátok szavamat mind. A hercegnő serdőjön, bájos, szép hajadonna. Szeresse mindenki, aki ismeri. Ez igazán kedves. Ám de. Mielőtt a nap lenyugszik 16. születésnapján, szúrja meg az ujját egy rokka orsójával, és merüljön halálos álomba! Álomba, amelyből nem ébred fel! Soha többé! Demon, ne tedd, kérlek! Könyörök! A hercegnő álma legyen megtörhető hát. Ám csak is egy érző szív csókjával. Az átok tartson az időnk vége felé! Földi erő ne fogjon rajta! A falat nem fogja a láng. Elpusztíthatatlan. Semmi sem elpusztíthatatlan. Se a fal, se te volna, még az átka sem. Hát a munkások. Ágyban, felség. Fogd őket munkára, rögvest. Kimerültek, felség. Hajnalban ismét munkába állítom őket. Most azonnal folytassák. De éjszaka van. Mondom, ébresd fel, és lássanak munkához! Kifutunk az időből! Lódulj! Szia! Menj el! Nem szívlelem a gyerekeket. Fel! Fel! Üdv! Bocsáss meg nekem. Épp Lipót király kastélyába tartok, ám eltévedtem. Segítenél? Arra van. A kastély. Nos, nagyon örültem, és még egyszer bocsásd meg a bárdolatlanságomat. Most jobb lesz, ha indulok. A fiú a megoldás. Egy érző szív csókja törheti meg az átkot. Egy érző szív csókja? Hát még mindig nem fogtad fel. Azért szól így az átok, mert olyan nem létezik. A fiú után az egyetlen esélyünk. Ez a végzete, mindenképp. Lipót azt kérte, hogy a születésnapja után vigyük haza. Nem! A születése napján! Nem! A rákövetkező napon! Aznap! Utána! Aznap! Utána! Aznap! Beszélnem kell veletek valamiről. Hogyne, drágám, mondjad csak! Sajnálom, amit mondani fogok. De holnap 16 éves leszek. El kell költöznöm. Ide hallgass, kisasszony! Nem azért töltöttem 16 évet ebben a nyomorúságos oduban ezzel a két ütődöttel, hogy csit, hogy az utolsó napon minden tönkretégy. Vissza fogunk vinni az apádhoz, és erről... Apámhoz? Azt mondtátok, a szüleim meghaltak. Hát, azt hiszem, jobb lenne, ha lecsücsülni. Sziasztok, én Nikol vagyok, és az előbb a Demóna magyar hangjait hallhattátok. Köszönöm, hogy a rövidebb verziót választottátok a YouTube közösségen megosztott szavazáson. Szerintem is sokkal jobban sikerült így, spoilermentesen ez a rész. Írjátok rá erről véleményeteket, majd szavazzatok a jobb felső sarokban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és külön köszönet Földi Tamásnak a csodás profilképekért.
Tartsatok legközelebb is velem, akár a kedvenc mesétek, filmetek, sorozatotok magyar hangos videójában. Kívánságaitokat várom a kommentek között, Instagramon, avagy a Facebookon. Én Nikol voltam, a következő bármelyik videóban folytatjuk. Sziasztok!